mindig tudom a határaimat. És mire megtanultad a határokat, az mennyi idő volt? Nem, gyorsan. Ha anyuka nézi, akkor gyorsan. Sziasztok! Megtelt élettel újra a Domtér, elstartolt szerdán a Bortér. Itt van Szeged apraja és nagyja, és a jobbnál jobb nedűket kóstolgatja. Arról faggattuk most szegedi pletykák rovatunkban a szegedieket, hogy milyen kellemes, ciki, vagy éppen vicces boros élmények fűződnek hozzájuk. Tartsatok velünk, és nézzétek meg! My wife and I came, and we love Hungarian wines. We were blown away. Blown away. I didn't even know Hungary made wines. We didn't know Hungary made wines, but wow. Probably equal to some of the best in the world, and now we'll have to import some back to the US. Rájöttek, hogy muszáj, hogy magyar bort importáljanak Amerikában. Nagyon adom ezt a hangulatot, én nagyon szeretek így este kijárni a városba is, nagyon szeretem, szóval nekem nagyon tetszik. Tablettás borhoz lenne, de azt meg inkább nem mesélem most itt. Hát egyszer találtunk a földön pénzt a bortéren, és abból vettünk üveg bort, és ez nagyon jó volt. Mennyi pénzt találtatok? Talán 5000, de akkor az még sokat ért, mert jó pár évvel azelőtt volt, úgyhogy... Gyűlölöm. Azért gyűlölöm, mert felnézel ide, itt dolgozom, a kémiai intézetben, és amikor a hallgatókat tanítjuk, van mikor esti, és lenézek, azt látom, mindenki szórakozik, és a hallgatókkal azt látjuk, aj, de lennénk lent. Pécsváradon voltam a leányvásárban, és ott volt egy olyan élményem, hogy az utolsó nap a barátaim nagyon sok borral kínáltak, és aznap kellett visszaköltöznem a kollégiumba, és hát eléggé jó állapotban már mentem be a kollégium ajtón, és így beestem a bőröndömre, ráestem, és gyors felkeltem, hogy nem vették-e észre, de a nevelők ott álltak előttem, szóval az már gatya volt az nekem az a nap. Édes vöröset szeretnék, jó, hát ami nyitva volt az Tokaj hegyalja, mondta, hogy vöröset ne kérjél, nincsen. Mondta, hogy édes bort kész. Jó, rendben. Oda mentünk, és én rögtön mondtam az eladónak, hogy szia, szeretnék egy deci legédesebb vörös bort. Hárman néztek rám csúnyán, hogy oké, de nálunk csak fehér borok vannak, vörös nincs. Nővérem az ott hagyott, hogy nem ismer, nem velem van, csináljak, amit akarok. Hogy valamikor találkoztam az olasz Rieslinggel, és az elfektetett, és azóta olaszokkal nem barátkozom. A barátunkkal kint voltunk inni, és a szüleim is itt voltak, és én akkor még nem múltam el 18 éves, most hál' Istennek már elmúltam 18 éves, és elég kellemetlenül részegen futottam össze édesanyámmal, és kaptam is otthon emiatt, de végül nem volt belőle semmi hatalmas gond. Nekem ez volt a legcikibb élményem.